Üdvözlöm a kedves nézőket, itt Kenta beszél újra, és folytatjuk a My Little Pony Game Loftot. Na, legutóbb ott hagytuk abba, hogy végre kiütöttük Tireket, és nem nagyon látszik, tudom, hogy mennyi a jelenlegi megkesett fizetőeszköz a bit, cucc. Gyorsan ezt belegisztrálok Game Loft Live-ba, és akkor nem tudom, ja most először olyat fogunk csinálni, hogy az egyik küldi most lesz kész, tudjátok ez a... Nem. Ez a samponos. Most lett meg a... Második, mert az egyiket már nemrég megszereztem. Úgy. Csinálunk egy ilyet, hogy nézzük mennyit kereste. Hát ez nem sok. Na de se baj. Most pedig elmenjünk gyorsan Sweet Apple Acres-be, és ott is aratunk egyet, mert... Itt is van azért mi... Kitermelt holmidát, nagyon kevés, úgyhogy most irány vissza ponyvérés. Hát nem tudom, mit csinálják igazából emberek, mert... Tényleg nincs is most mit csinálni, apropó, azt megmutatom, pillanatban bejött egy új, küldi azt nézem, mindjárt meg is nézzük, csak előbb ezt gyorsan megmutatom, hogy nekem ilyen megvan Gold Leader és ez nekem van bónuszom, úgyhogy ebben a Pelesprite-os cuccban meg lehet most nyerni Surit, milyen hülye név különben, vagy inkább furcsa, nem hülyézünk, nem beszélünk csúnyán, na, de hát második rankon vagyok. Lehet, hogy addigra vissza fogok esni, de megpróbálok mindent, hogy összehozom. Hát most 884 pontom van, de az elsőnek meg 1075, tehát hogy hozta össze? Nekem is csak 922-nél sikerült összegyűjtenem a pontszámomat. Na mindegy. Something beautiful. Aha. És akkor ki kell rakni ilyen. Hát ez jó sok. Na de se baj. Megvan Thunder Lane. Mi? Ilyen hamar meg lett a küldi? Az igen. Ezek szerint, hogyha eladunk valamit és úgy visszavásoljuk, még az is gyűjt nekünk pénzt. Az érdekes. Na. Ezt a nyalókát még megvesszük. Úgy. Na. Már is itt van megint Tirek. Ez mi? Rarity's Return. Ja, welcome Rarity. Az megvan. Azért meg... Hát azért ezt hallgassuk meg. Hát azért hallgassuk meg, úgyis ráérünk. Közben ide jött valami értesítő Facebookra, de nem érdekel. It's great to have you back, Rarity. But we've still got to get the other ponies back in Ponyville. Of course, I will use all my talents to help the other ponies return at once. Fluttershy is up next. Now where could she be? Jó, hát tudjuk jó, hogy mióta volt ez a Apple Acres frissítés, azóta egyébként hiányzik a kollekcióból. Thinking up, remove. Jó. Azért 9-et ennyit nem fogom most kiásni, hirtelennyében, de... Jó, hát tudjuk jó, hogy mióta volt ez a Sweet Apple Acres frissítés, azóta egyébként hiányzik a kollekcióból. Thinking up, remove. Jó. Azért 9-et ennyit nem fogom most kiásni, hirtelennyében, de... 1, 2, 3,
kicsi. Jó, az 6. Ott is van egy 7. Valami kéne ásni gazt. Jaj. 8. Nem jelzi. Nem majd, csak kiásta. Jó, semmi baj majd. Olyat még fogok majd csinálni, hogy még egyet majd kiások valamikor. Így ezt akkor, ez mennyibe kerül? Jó, hát az majd akkor a következő videóban kiásom. De most! Amit láthatjátok, megjön Tireknek a képe is. Tirek Spells Trouble. És négyszer kell kiütni 36 óra alatt. De hát... most azért elmegyünk Everfree Forest-be. Hogy ezt azért elolvassuk, igen. How does it feel knowing that soon every Pegasus unicorn and earth pony will bow to my will? As long as my friends are beside me, I never give up, Tirek. Igen. De most nem fogjuk kiütni őt, mert először is még totemet is kéne csinálni. Igen, az lesz most a következő feladat, hogy totemek. Akkor ez nem. Csak egyet kellett itt learatni. És a fokhagyna. Az is kell. Na, kérdezzük meg, vegyünk el. De ezzel is még totemet is kéne csinálni. Igen, az lesz most a következő feladat, hogy totemek. Akkor ez nem. Csak egyet kellett itt learatni. És a fokhagyna. Az is kell. Na, kérdezz meg, vegyünk el. Harmónia. Sárdokat. Azért jó, rengeteg van most így hirtelen. Na. És most átveszük a... hogy ezt a totemet, és készítünk egy másikat is. Oké. Na nézzünk csak, hogy milyen totemeik nincsenek még. Olyat akarok most nézni, hogy gombából milyen tudok létrehozni. Na kezdjük ott, hogy akkor mi van akkor, hogyha gombából és lila virágból próbálok összeadni, akkor mit boronálnak össze? Gomba, hát ez a vörös orchideából lesz a varázslat. Gomba is. Más nincs, de itt van. Gomba és lila virág, meg fokhagymából lesz ez. Tehát... igen. Jó. Akkor orhidál meg a fokhagyma akkor nem kell. Azt megjegyzem. Na. Gomba. Itt a lila virág, és akkor a fokhagyma meg az orhidál nem kell. De akkor mi lesz, hogyha kék virággal keverem? Akkor mi fog kisülni? Ilyen nem igaz, ugye nincs? Nincs. Jó, nem, mert az a nagyobb, igaz? Igen. Jó, akkor egy közepes generosity, vagyis nagy lelkűség harmónián fog ebből kisülni. Jó. Az úgy korrekt. Na. Jó, de hát most Tirekhez nem fogunk hozzányúlni. Majd legfeljebb akkor, hogyha lesz majd elegendő sárdom, mert hát azért könyörgök. Oké, hogy négyszer kell kiütni 36 óra alatt, de ez a küldetik úgyse fog mozdulni, amíg nem nyúlunk hozzá. Azt már észrevettem,
Úgyhogy most tényleg egy darabig jó, hát jó hosszú darabig nálam itt fog állni, de se baj. 15 óra kell ehhez. Ez meg itt 10, ez meg 9, ez is 9, jó, 9, na, hát úgy nézem, hogy az idő már jóval elment, de nem baj. Olyat fogunk most csinálni, hogy elmegyek Kentellotba. És Kentellotba, meg most olyat fogok csinálni, hogy építkezni kell. Mennyibe is kell a pizzéria? Jó, drága, igaz? Ja nem, ez csak 20 000. Hát azt mondjuk sajnálom, hogy az a sok termelő, amit Zafirért lehetett venni, Sapphireért, az most elveszett. Mondjuk jó lenne, hogyha még visszahoznák ezt a sárkányosat, hát ez nagyon rövid ideig tartott igazán, és tényleg jó lenne, hogyha visszahoznák. Na mindegy. Jó, hát kell Kentellotba is egy termelő, úgyhogy eddig... Jó, hát ez... Oké. Na. Visszamegyünk Ponyville-be. És most olyat fogok csinálni. Kérem szépen, mert azért... Jó sok. Mi ez? Jó sok... Cuccodi ki lett társva. Úgymond. Ilyen... Tudom, hogy itt van még bombon is, de nem. Addig játszunk itt egy pénképpájjal. Egy almásat. Meg majd még... Na hát ez... Gratulálok magam! És már megint. Jó, azt nem kell, megromlott. Tehát azért játszunk egy almás játékot, Pinky pályát. Ez nagyon kis pontszám lesz, úgy érzem. Azt hogy nem vettem föl? Na mindegy. Hát látszik, hogy kijöttem a formát. Na tessék! Kijöttem a formámból rendesen. Na de se baj. Megszünk még egyet Twilight-tal is, mert ő kis nagyon kevés alkalommal mutattam be. Legelején, úgyhogy most ezt bepótlom. Jó, az megromlott, az is megromlott. Elég sok alma romlott most meg hirtelen. Addig kéne valamiről beszélni, igaz? Múlt héten... Hát mondjuk mikor ez a videó be lesz mutatva, addigra már jó múlt héten lesz, de május 9-én, most 2015-ben volt az, hogy egy nap nem volt, tehát hogy május 9-én volt az, hogy a pónik szünetelve voltak, mert nem volt rész, úgymond. Na most gyorsan játszunk egyet még AJ, aztán akkor szerintem itt hagyjuk abba a videózást, majd innen folytatjuk legföljebb. Másik alkalommal. Szóval, hogy május 9-én volt az, hogy kimaradt egy rész, ami azért érdekes, mert nem tudom már, hogy fog ez így összejönni, mert hogy, úgy számolom, hogy már hogyha, hát mert általában jó nekem a matekom, mert matekból azért 5-ös voltam általánosban, de ha jó számom, akkor minden igaz, akkor körülbelül szeptember 9-én, szeptember környékén, milyen kérdéken, csak szeptember környékén lesz az, hogy a pónik akkor véget fognak kérni. És ez azért olyan érdekes, mert hát olyan hosszú ideig fog menni a sorozat, hát ez vicces lesz, akkor kérem szépen. Nincs valami, amit még tudnék csinálni? Kill the skies 5 times, jó. Hát inkább most a korában nem. Jó, hát ez egy mindjárt 900-val. Hát...
Eddig mennyit ástam ki? Csak... Igen, és akkor majd a következő videóban lesz az, hogy kiások még egy dolgot, és hogy az a küldetés is meglegyen. Addig mondjuk, tudjátok mit fog csinálni most? Elmegyek édes almáskertbe, Sweet Apple Acres-be, és olyat fogok most csinálni, hogy veszek magamnak egy pónit. Mert tudom, hogy van most itt egy olcsó póni, de gondolom itt izé. Itt ez 10.000 érzés. Mert ki tudom azért rakni ide még. Jó, hát most ezzel nem kell foglalkozni. És akkor majd... Tehát az nem is tudtam, hogy akkor is kész lesz az a küldő, hogyha valamit megveszünk és eladunk, hogy az is úgy. Ez új! Nekem ez új! Ups! Elnézést! Hát itt várják már nagyon hamar készlet. Na jó, nem baj, majd egy másik alkalommal folytatjuk akkor majd, és akkor ki fogjuk ásni ezt a dolgot. Tudom, hogy ezt már nem kéne bemutatni, mert ezt bemutattam, de azért, hát most valamit azért közben kell csinálni. Hogyha már úgyis így a rendszer valamiért kitölt az előző mentésemet, és hát... De azért megpróbálok minél hamarabb eljutni arra a szintre. Na mindegy! És akkor majd legközelebb onnan folytatjuk, hogy majd... Akkor kirakunk egy új totemet. Hát nem kirakunk, de hát majd készítünk egy új totemet, olyat, amit még nem készítettem el. Úgyhogy köszönöm minden kedves nézőnek a figyelmet, és viszlát a következő videóban, valamint külön minden Brónyak és Pegasus, pedig Bruf és viszlát!